A királyné szoknyája Regényes völgyeink, hati ti megszólaltok, ha odaálltok az emberek közé igazságot tenni. Az öreg bogát hegy, ha kilép a ködből, a földszakadékok színes kavicsai beleavatkoznak a jó palócok dolgába. Erdők, mezők, tavak, folyamok, nádasok zordonan beülnek a bírói székbe. Mert úgy volt az, mindenki emlékszik, Sokszor negyven, ötven bogja is lett a királyné szoknyáján, amint a gyócsi had híres rétjét hívják, mert olyan széles rét az a rétek között, mint amilyen széles a királyné viganója lehet. Kivált vasárnap, a többi közönséges szoknyák között. Többet ér az az egy rét a gyócsi család minden jószágánál. De hova beszélek a gyócsi családról, mikor tudva levő, hogy Gyócsi Istók halála után Mudrik Mihályt állította maga mellé férnek az asszony, s hogy íme most a szemét ő is behunyta, az lett volna az igazságos. Minden dűlőt, minden földet három egyenlő darabra osztani, az ingó jószágot azon kép, a porta pedig had lett volna a nyomorék Imréhé, ő fizetné ki minden legöregebb és férfi két kiskorú hugát. Gyócsi Esztert és a mostoha apjától való Mudri Erzsit. Mert így szokás a becsületes emberek között. Hanem a ház, a nagyrét is erzsi lett. Gonosz apja az osztásnál megrövidítette, kiátszotta a gyócsi árvákat, pedig a megboldogult, aki a vagyon volt, nekik is úgy anyjuk, mint az Erzsikéjé. Teljes lehetetlen, hogy meg ne forduljon a síriában. Imre a bogát hegyet kapta éppen olyan púpos a jószága, mint a háta. Nyomorult egy írtvány, az bizony nem hozza meg a száraz esztendőben a vetőmagot sem. Esztert pedig odaszorította a csipkedűlőbe. Árok hátán árok, legelőnek se jó. Még a telekkönyvbe is úgy van beírva, hogy haszna vehetetlen. Minden jó lélek megbotránkozott a faluban, de a törvényes igazság meghagyta. Jól tudott beszélni Mudrik Mihály uram annak az igazságnak a nyelvén. Nem is lehetett már ezen segíteni sehogy, ha csak még magához a királyhoz egy instancia. De az is ki tudja, milyen ember. A nótárius meg is komponálta olyan érzékenyen, szépen, hogy a kő is meghasadna tőle. De hiszen okos ember a mi nótáriusunk, ha bár nem fogant is meg sehol a magasban, ez a nehéz panasz. Vígan jött haza mudrik, de annál szomorúbban gyógysi Imre a városból, ahol a tekintetes vármegye is kimondta, hogy úgy marad minden, amint van. Imréjé a bogát, Eszteré a kavicsos ugar, a csipke, Erzsijé a sejemrét, a királyné szoknyája. No, ezután a szoknya után fognak még csak bolondulni igazán a csoltói legények. Hiszen az is testvére neki, de csak az anyjáról azután ez a másik az elhagyatottabbik szíve ehhez húzza a maga dolgát nem bánná, rút is, púpos is, hasznát se vehetné a vagyonnak. Aztán, ha a házból is kitudják őket ma holnap, ő még beállhat valahová cselédnek, de a szegény Eszter. Oly kicsike, vézna, aztán Istenem, hiszen csak gyerek még. Fölemelte öklét. Hely, ha most itt volna, aki koldussá tett. Csordultig tele volt a szíve keserűséggel ha úgy kijönthetné, ha úgy elpanaszolhatná valakinek, ha ezek a hegyek, folyamok és bércek azt mind megértenék. Haragos zöld színben mosolyogtak feléje távolról a csoltói rétek, amint ott haladt a poros úton a bogát alatt. A királyné szoknyájának, mintha ránca volna, egymás fölé hajlik rajta hosszú hullámzó csíkokban a sugár s az árnyék éppen a nap nyugszik, s még a vén bogátot is, hogy megaranyozza. Az ott rajta az ő vetése. Szép abban a hegyben az igyekezet, elég hitványok ugyan, a kalászok, de csak mégis megnőttek. A kék búzavirágok is éppen olyan szépen fonódnak közéjük, mint egyebütt. Istenem, Istenem, de csak szép is ez a csoltói határ. A paradicsom is nehezen lesz ilyen. Igaz, hogy az övé belőle a legcsúnyább rész, ez a Kopárhegy, hát, De hát mégiscsak van valamie benne. Aztán nem is olyan rossz az, ha jobban meggondoljuk, csak jól kell művelni. És legalább a víz nem viszi el, ha terem rajta valami. De már az eszterjussa, az csak ugyan nem ér semmit. Azt még szántani sem érdemes. Olyan innen az a széles nagyugar a mesdjén túl, mint egy odacsapott csúf folt valami zöld ünnepi köntösön, szemedbántó bántó, szomorú, szakadékaival egy mindig terjedősebb az anyaföld testén. Amint odább mellette vinné útja Imrét, megállott, megnézte még jobban. Bizony csenevész egy tartomány, nem tenem itt meg semmi, csak az árva leány haj teng a szakadékok partján. A szegény kis eszterkéi is épp ilyen fehéres. Denini, milyen szép főbokor nőtt oda lenn a kavicsok közt? Milyen buja kövér, s hogy ránevet Imrére? A királyné szoknyáján sem terem ennél különb, még annak is legszebb fodra lenne. De hiszen van ennek a földnek ereje, ha akarja. A cukorrépa is lám, hogy neki indult a túlsó végben. Nem kell ezt a földet mégsem lebecsmérelni. Lement az árokba, megsimogatta a bokrot de puha, de kedves, mint a sejembársony. Ugyan beszélgetnek-e néha ezek a fűszálak? Hát már miért ne beszélgetnének? Aztán olyan furcsa az, ha valami durva láb letapossa őket, meggyűri, összegázolja, reggelre aztán megint csak felkelnek, mintha sohasem lett volna semmi bajuk. Mégis különös az, hogy ezek a picike gyenge füvek erősebbek az embereknél. Patkós csizmái alatt megcsörgyültek a kavicsok, a jó, agyagos föld szép, színes kövei. Hárbíz ezeket nem igen szokták gyűrűbe foglaltatni, hanem azért mégis nagyon szépek. Az emberek a hibásak, nem a föld. Az csak olyan jó szívvel adja ezeket is, mint az aranyat, ezüstöt, csak hogy mi nem becsüljük meg, mert nem tudjuk kitalálni a hasznukat. Pedig már az is milyen nagy jóság a földtől, hogy még odafön a tótok között nagy szürke kövekkel béleli meg magát, amikkel azoknak annyi bajuk van, itt, mintha kedvezni akarna apró, tetszetős kavicsokat hány ki. Imre lehajolt, és teleszette a szűre ujját. Volt azok közt kék, sárga, piros és aranyszínű. A szakadékban alant egy nagy fekete kőnek látszott a csücske, Amint sarkával ráhágott, lehámlott belőle egy darab, azt is a többi mellé tette. Jó lesz a kis Eszternek otthon játszani. Megkönnyebbülve folytatta útját hazafelé. Egészen megbíztatta a hegy meg az ugar, hiszen csak rájuk kellett nézni, hogy megelégedjék velük. Még tán jól is van az úgy, hogy Erzsé lesz a sejemlét. Ma holnap megtalál halni az apja, nem marad senkie. Ő pedig csak itt lesz azon túl is a huga mellett. Aztán Eszter arca is sokkal szebb, kevesebb ráadással jut annak idején főkötő alá. Bizonyisten, jól van ez így, ahogy van. Úgy elgondolkozott, hogy észre sem vette az öreg úri vadászt, ki a hegy felől közelgett, csak mikor már megszólította. Jó estét, fiam! Hova való vagy? Csoltóra. Akkor azt is tudod, ki ez a hegyhát? Imre elmosolyodott. Egészen egyenesen mégsem veszi magára, nincs vele mit dicsekedni. A gyócsi Imréé, mondta kelletlenül. Úgy nézem, szántónak használja, arra ugyan nem lehet valami nagyon jó. Imrét bosszantotta a lenéző hang, de bizony csak nem hagyta bántani a bogátot. Maradhatós bizaz, egészen maradhatós. Hát az út milyen tőle a belédi üveghutáig? Csintalan, majd mindig csintalan, a vadász dünnyögött erre valamit, s mert éppen a faluba értek, elválóban kérdi. Hol lakik az a gyócsi? Itt a mostoha apjánál. Én magam vagyok az, vallotta bepirulva. Akkor veled alkuszom meg. Imre nem bírta elgondolni, mire s álmélkodva nézte, amint az idegen úr igazán utána jött a házba. Mudrik otthon volt már, mert ő kocsin jött. Gyanús szemekkel kémlelte az idegent, attól tartott valami prókátort hozott magával a fiú, hanem hiszen jókor hozza már. Erzsike a mézes kalácsaival és a fabábúival játszott. A két évvel idősebb Eszter az asztalon könyökölt, és sóvárgó szemekkel nézte a huga kincseit. Neki nem jutott semmi a vásár fiából. Szép kék szemecskéi a bátja felé fordultak panaszkodóan, reménykedve, várakozólag. A púpos észrevette, s a kedvetlenség felhője futott át az arcán. Nem is hallotta, hogy az idegen mit beszél. Mudrik Mihály ő kegyelme felelget neki. Mi csoda? A bogát hegyet akarja megvenni a mostoha fiamtól? Megborondult az úr. Hallod-e, Imre? Meg akarja tőled venni a bogátot. No, felej hát neki. Aztán nevetve csapta össze a tenyereit. No, ugyan pompás domínium az. Ugyan mit adna érte az úr? Imre maga is nagy szemeket meresztett, s zavarodottan makogá. Nem adom a hegyemet, dehogy adom, hiszen úgy sem venné az úr semmi hasznát. Én pedig megszerettem, igazán megszerettem. Eszébe jutottak a kavicsok, amik a szűre újjában vannak. Elmosolyodott, megörült nekik, s hamiskás hunyorítással magához intette Eszterkét. Az tündöklő arccal szökött oda, s kezeivel összefogta a köténykéje alsó szélét, csak belefér talán, amit Imre bácsi hozott. Kirakta a köveket egyenként, félénken nézte, tetszenek-e hugának. Hogy ne tetszenének. Tapsolt örömében, vagy talán azért is, hogy az erzsi figyelmét odavonja, mintha azt mondaná, látod, min van nekem? Aztán ő is visszaült az asztalhoz, eleinte húzódozva Erzsitől messzire idegenül irigykedve méregették az egymás játékait, melyik ér többet, de mind a kettőnek látszott a tekintetén, hogy a fagy nem sokára fölenged. – Ejnye, fia, mi de hát! – szólt a vadász türelmetlenül. – Nem jöttem én ide tréfálni, komoly vevő vagyok, a belédi gyáros. – Az a gazdag ember – vágott belé élénken Mudrik Mihály – akié az üveg huta meg a nagy majorság – Éppen az üveghuta hozott ide. A bogát földjére szükségem van az üvegcsináláshoz. Eddig négy mérföldnyiről hozattam az anyagot, mert nem tudtam, hogy a bogát gyomra is viselős vele. Ma megvizsgáltattam. Nekem az a hegy sokat ér, mert közel van. Megveszem tőled jó pénzem. Mudrik arca olyan vörös lett, mint a skarlát posztó, de annál halványabb az Imréjé. Nem tudok én megválni attól a hegytől, szólt restelkedve. Nekem jutott, legyen az enyém. De ha jól megfizetném, nem adom én azt még talán gondolkozott, micsoda nagy dolgot mondjon. Még tán ezért az egész határért sem. Az üveghutás elmosolyodott. No, jó, jó, látom, hogy igazi palóc vagy, oda nőttél a rökhöz, akkor hát kiveszem Árendába. Vagyis csak a belsejét szánthatod, művelheted a tetejét, adok érte évenként 500 forintot. Most már Mudrik Mihály sápadt el az irítségtől, s Gyócsi Imre pirult el az örömtől. Hiszen annyi pénz együtt talán nincs is a világon. 500 forint. Még a királyné szoknyája sem ír talán annyit. Micsoda gazdag menyasszony lesz ebből a... Eszterke volt az első gondolatja. Eszterke, No, neves hát, gyere ide lelkem! De az eszterke nem nevetett, makrancos képet vágott. Hogy ím az egyik kavicsot a szájába vette és megnyalogatta, kisült, hogy nem cukorból van. Hisz ezek kövek, sóhajtá elpityeredve. Egye meg őket, s durcásan vágta földhöz valamennyit. Hát az egyik a fekete kő éppen odagurult a hutás lábaihoz. Fölvette, megkopogtatta az ujjával, a pápa szemén keresztül is még egyszer megnézte. Ejnye, de finom fekete kőszén ez. Honnan hoztátok? A kis hugom földjén egy nagy darab kőből törtem. Tele van annak a belseje ilyenekkel. No, fiam, mondta a hutás felugorva. Tudod-e, hogy ti gazdag, de nagyon gazdag emberek vagytok? A lányka, aki csak most lett figyelmes az idegenre, abba hagyta a sírást, és bámészan nézte ősz haját hosszú fehér szakállát. Hallott ő már valahol a mesékben ilyen kinézésű emberekről. Imre pedig behunta a szemeit, s nehogy fölébredjen, nem merte kinyitni sokáig. Pedig kinyithatta bizvást, mert szín valóság lett a dologból. Hisz mindenki tudja, hogy történt, hogy nyitották meg a Csoltói kőszénbányát. sőt, a magvát is kitalálták, mert nem ostoba népez. Tud ez gondolkozni, ha akar, s van ám a vármegyénél is nagyobb hatalom, akármit mondjon is, filcsik uram, aki istentelen pogány ember. Hegyek, folyók, völgyek vették itt kezükbe ezt az osztály dolgot. A bogát meg a csipke még szelídek voltak, Mudrik Erzsi rétjét nem bántották, a gyócsi árvákat csak fölsegítették. De a bágy kegyetlen, ám Bátor sokszor füstölög a bogát is, hát ha az húzza le neki a felhőket. A bágy négy álló évig egymás után öntötte el a réteket, s akkor a nádas növesztett a királyné szoknyáján, hogy évről évre bízvást eheti a rosda otthon Mudrik Mihály uram kaszapengéjét.